Ez a lehűlés áprilisban is folytatódott,
ekkor még 2,6 Celsius fokkal meghaladta a havi átlag, vagy a hónap átlaga a havi átlagot. Ugyanakkor április 26-án bekövetkezett a fagy, és a korai vegetáció indulása, és mert a meleg jött először, utána jött a hideg, 20-25 centis hajtásokat talált már, és ezek mind elfagytak. Tulajdonképpen a tavalyi évnek itt volt az egyik nagy szomorúsága. Áprilisban 11 alkalommal esett az eső, ugyanakkor a csapadék mennyisége elmaradt a szokásos április havi átlagtól. Májusban 13 alkalommal esett az eső, a csapadék mennyisége itt megfelelt az átlagnak. Itt az első három hét volt a hűvösebb, és május utolsó hetére bekövetkezett a felmelegedés. Azonban ez a jelentős számú csapadék kedvezett a betegségeknek, már a szőlő virágzásával megjelent a lisztharmat, tehát a permetezést már akkor el kellett kezdeni. A peronospora az csak később, május vége fele jelent meg. Ennek oka valószínűleg az, hogy az áttelelő képletek az év elején kiszáradtak, és mire felszaporodtak újra, ekkor indulhatott be a peronospora fertőzése. Júniusban átlag feletti volt a hőmérséklet, a csapadék kevesebb volt, de nagyon szélsőséges. Hirtelen felmelegedés, jégeső, zápor, zivatar, minden előfordult. A virágzás idején jó idő következett be, tehát ahol nem volt fagykár, ott a termés kötődése megfelelő volt. De a permetezést már akkor el kellett kezdeni, mert a betegségek támadtak. Júliusban a csapadék kétszerese volt a szokásos átlagnak, és az anticiklon hatására ezek olyan viharosak voltak, hogy volt, hogy a napi szokásos mennyiségnek a tízszerese is lehullott, ugyanakkor jégeső is előfordult több helyen, pásztába, tehát teljesen kiszámíthatatlan volt. A gyakori csapadék hatására ugye a lomb gyorsan nőtt, zöld munkázni nem lehetett, mert nem lehetett a talajra menni. A dús lomba befüllett a levegő, a gyomok megerősödtek, a napsütéses időben a talaj is jelentős sem párologtatott, és mindezek olyan duzzot eredményeztek a szőlőterület felett, hogy ekkor már nem is lehetett 100%-os növényvédelemre gondolni, tehát hiába permeteztünk, ennek hatása nem jelent meg teljes körűen. Tehát aki eddig védeni tudta a termését, a folytatásban már ebben nem reménykedhetett. Az augusztus időjárása kicsit javította a helyzetem, de akkor meg a fürtökön jelent meg a szürke penész, és a másodhajtásokon ugyanúgy a lisztharmat peronospora jelen volt. Szeptemberben még a 8.-9. permetezést, tehát attól függ, hogy ki hol járt, el kellett végezni, hiszen ilyenkor már nem csak arra gondolunk, ha termés van vagy nincs arra az évre, hanem a vesszőknek az egészségi állapotát is figyelembe kellett venni, mert ha ott is megjelenik a lisztharmat, akkor ugye a következő évben sem számíthatunk, tehát a meccésre is nagy pontot kell figyelni, meg nem számíthatunk egészséges áttelelő anyagra. Októberban hűvösebb idő következett, majd a hónap végére megjött a vénasszonyok nyara, és november 4-én a fagy, ami teljesen elvitte a lombozatot, az jelentette a szőlő vegetációjának a végét. A korai fakadást, ugye említettem, hogy három héttel előbbre járt a szőlő, az időjárás hatására, mire zsendülnek, indultak a bogyók, addigra ez az előny teljesen elveszett. A korai fajták bizonyos érésbiztonságot jelentenek, de olyan furcsa éljárat volt a tavalyi, hogy a Bianca, ami ugye korai születre számít, az tavaly szeptember végén, tehát olyan magas volt a sattartalma, olyan alacsony a mustfoka, hogy szeptember végén került születre. Ugyanakkor a Cabernet, Pinot Noir, Merlot nem véletlenül klasszikus nagyfajták, ezek megbízhatóak voltak a tavalyi évben is. És
És hát ahogy a bevezetőben említettem, ez az év komolyan a borászok éve volt. Valamennyi bor, amit a versenyre beneveztek, tisztasága, kívánivalót nem hagyott maga után. A szín szempontjából egy fehér bornál tapasztaltunk kissé mélyebb árnyalatot, de itt a szín eredendően a kén hiányra utalt vissza, tehát ez a bor már egy picit oxidált is volt, fáradtságnak hívhatnak indult, és ugye ilyenkor a színanyag is a zöldes-fehér vagy a sárgászöld színből egy mélyebb sárga színbe megy át. Illatban elvétve találtunk kicsit magasabbként, mert két bornál volt, ahol az oxidáltság mutatkozott, és egy bor volt, két bor volt az két fehér bor, ahol ehhez még egy emelkedő illósabb tartalom, még nemecetesabb volt, de emelkedett az illósabb tartalma. Egyébként itt biztos, hogy pincehibával állunk szembe, mert ugye kóstoltuk a borokat a fajta sorrendben, volt a bor, utána, amikor következő ilyen illat volt, be lehetett azonosítani, hogy egy tulajdonos lehet-e, nem név szerint, csak hogy egy tulajdonos-e, és ebben megerősítést is kaptunk, ott az értékelő papírra rá is írtam a gazdának, hogy beszéljünk róla, mert akár hordóban van a baj, tehát ezt csirájában el kell folytani, mert ha fahordóról van szó, akkor ugye abból nem lehet az ecetet kikezelni, és akkor jobb, ha nem használja tovább, mert akkor viszi a következő időjáratra is át a problémát. Zavatnál tapasztaltuk, hogy talán ha valaki alacsonyabb mustfokkal szüretelt elé a szőlőt, akkor a javításnál a biztonságra törekedett, tehát jobban emelte az alkoholtartalmat, mint az a bor harmóniájához kellett volna. Ilyen esetben egy kicsit alkoholos volt a bor, tehát nem született meg az a beltartalmi értéket, ugye emelni nem lehet, ha én az alkoholt megemelem, akkor megbontom ezt a harmóniát. Néhány tételnél nem olasz rizlingről beszélek, egy kesernyés utóíz is jelent meg. Itt, ha magas az alkohol, az jobban csökkenti a borban a borkősavat, tehát magasabb alkohol mellett több borkősav válik ki a borból, és hogyha ehhez az alkalom alkoholhoz nincs meg a megfelelő savtartalom, akkor egy kesernyés utóíz megjelenik a borban. Ugye természetszerűen a beltartalmi értékben ezek a borok most egyszerűbbek, tehát hogyha körbe forgatjuk a poharunkba a bort, akkor nem ezek a lusta, pohárfalán való lefolyások tapasztalhatók, hanem sokkal finomabb kis csipkéket látunk a pohára való feltapadásnak a mentén. Külön kiemelnék egy bort, egy bornál lehetett annyira határozottan érezni a fajjelesztő használatot, azt a technológiát, ami ezzel együtt jár, egy nagyon szép illatzamatanyagot megőrző, kimondottan szép bort találtunk. A rozénál továbbra is a kényszerhelyzet áll fent, tehát van rozé, ami csak színre rozé, de itt is a három rozé volt, egy bronz, egy ezüst, meg egy aranyérmes. A bronzérmes bornál ott a szín sem annyira szép, tehát nem csak hogy a hagymai színben, hanem már inkább egy barnás árnyalatban megy el, és az illatára se a friss üde rozétól elvárt tulajdonságok a jellemző. Akkor van egy kisebb, kicsit zártabb illatú bor, és hát van egy tetszetős, tudatosan készített maradék szénsavat tartalmazó hüdekellemes rozé. A vörösborok valamennyien szép színűek voltak, nagyon szép színárnyalattal, tiszták voltak. Néhánynál az almasabb romlás végbe ment, ugye ezek már az élvezeti értéket tekintve kellemesebb borok. Van pár, ahol túljutott az almasabb romláson, de a fejtés még várat magára. A cselsavaknak valamennyi tételnél érni kell, és akkor harmonikusabb jó borok lesznek. És nagy élvezet volt valamennyiük számára, hogy a 12 benevezett vörösborból 5 borban évjárat feltüntetésre került sor, és hát itt kimondottan szép borok voltak. Tehát külön gratulálok annak a gazdának, aki 2007-es évjárattal, tehát Cabernet Francról van szó, és 2007-es évjárattal örvendeztetett meg bennünket. A
annyira jó eredmények születtek, hogy a benevezett 33 borból 8 aranyérmes bor született, 18 ezüstérem és 7 bronzérem. Tehát a boroknak a 79%-a arany és ezüstérmes lett. Gratulálunk valamennyien a gazdáknak, további sok sikert kívánunk, és akkor, ha kicsit a pénztárcájuk bánja is, de gondolom a másik oldalon, hogy ilyen finom borokat, és hát hisszanak egy kicsit attól, hogy erre képesek. További sok sikert és jó egészséget kívánunk az idei évi állapot. Kicsit szerényen boraival nem érték be,
Ezért boldogan és örömmel hozták ide ezeket a csodálatos óvodokat, amelyek között, ahogy Klárika is mondta, még 2011-es, 2007-es évjáratú borok is voltak. Azért már a gazdák, akik itt vannak szombat délután, legalább tudjanak inni egy kis finom bort is, és nem különben a Bíráló Bizottság tagja is. Úgyhogy ez nagyon nagy adóta vált gratulálni keresztül, és köszönjük. Sikorsi olasz vízén borával ezüst minősítést ért el Hoffmann Mihály. Kirsai Olivér borával ezüst minősítést ért el Rék Péter. Rajnai vízén borával ezüst minősítést ért el Olányi Tibor. Szürke barát korával ezüst minősítést ért el Sunk József. Rajnai Rizvényével szintén ezüst minősítést ért el Sunk József. Egyébként, ahogy a katalógusban, most a Sunk József jutott eszembe, katalógusban látni fogják, hogy dacára annak, hogy kevés mintát neveztek, de azért Komlom kívül a környék településeinek a gazdái is itt voltam, Oszuetvényből, Szászváról, illetve még két településről. Rajnai Rizvény borával ezüst minősítést ért el Róber József. Balatonszentgyörgyi olasz Rizvény borával ezüst minősítést ért el Pellje András. Cserszegi fűszeres Müszkátoton el korával ezüst minősítést ért el Lév Gyula. Akkor te tiéd ne adja maga? Olasz Rizvény borával ezüst minősítést ért el Szilárd Antal. Sárdonné borával arany minősítést ért el Lév Gyula. Olasz Rizvény borával arany minősítést ért el Szilárd Antal. Olasz Rizvény borával arany minősítést ért el Lév Gyula. És a legmagasabb pontértékű bor a fehér borok mezőnyében Gruber József olasz vízlingje volt, aki ezzel a nagyon minősítését írta. A rozékkal folytatjuk. Vegyes rozé borával bronz minősítést ért el Lép Péter. Kéfrankos rozéjával ezüst minősítést ért el Szilárd Antal. És Merló rozé borával arany minősítést ért el Gruber József. És akkor a vörös borokkal zárjuk a nevirátadásokat. Kéfrankos borával, Lető Andrásnak mégis igaz neve, kéfrankos borával bronz minősítést ért el Szilárd Antal. Aki szégyené benne. Vegyesvörös borával ezüst minősítést ért el Olányi Tibor. Merló borával ezüst minősítést ért el Szabó Gábor. Cabernet Franc borával ezüst minősítést ért el Pellje András. Szintén Cabernet Franc borával ezüst minősítést ért el Hoffmann Mihály. Merló borával ezüst minősítést ért el Sunk József. Cabernet Sauvignon borával ezüst minősítést ért el Szilárd László.
a 2011-es évjáratú Cabernet Franc borával ezüst minőséges érdel Fejre András. Cabernet Sauvignon borával ezüst minősítést ért el Szilárd Anka. 2015-ös évjáratú Óbor Vörös Tüvé borával arany minősítést ért el Beina András. Cabernet Franc 2015-ös évjáratú borával arany minősítést ért el Beina András. És itt a bizonyos sokat emlegetett 2007-es évjáratú Cabernet Franc borával, amely a legmagasabb pontszámértéket érte el a vörös borok között, a nagy arany minősítést is megjelenne. Felelőtt lehet lazulni a széken.